A Békés Csabai Jókai Színház művészei és értelmileg sérült fiatalok ismét közösen állnak színpadra. Idén 9. alkalommal rendezik meg az Angyalok Szárnyalása elnevezésű jótékonysági gálaestet, melynek bevételével a Degré utcai gyermekotthont támogatják. A rendezvényt idén november 19-én tartják. Javában zajlanak az idei gálaest próbái. A művészek már szeptember végén elkezdték a felkészülést az értelmileg sérült fiatalokkal. Szepsi Szente Éva énekesnő a kezdetek óta vesz részt a fiatalok felkészítésében. A művésznő elmondta, hogy óriási szeretetet és lelkesedést kapnak kollégáival a fiataloktól, ezért nagyon hálásak, hogy foglalkozhatnak az otthon lakóival. Minden évben más produkciókra készülünk, én általában énekelni szoktam. Volt már, hogy egy teljes csoporttal dolgoztam együtt, volt, hogy pár emberrel, ez minden évben nagyon változatos. Idén régi álmom vált valóra, nekem is, és színpadi partneremnek, Liska Beának is. Mi nagyon régóta szerettünk volna már együtt énekelni közösen egy dalt, és Talsói Krisztina úgy tervezte idén, hogy mi ketten énekelhetünk. A Degré utcai gyermekotthon lakói minden évben izgatottan várják ezt az időszakot, és lelkesen készülnek az előadásra. A próbák sűrűsödnek a gála közelettével. Ez a második éve, hogy Szente Évivel felléphetek, és ez egy csodálatos pillanatok számomra, mert örömmel tölti el a szívemet, amilyen szeretettel, odaadással és gondoskodással fordulnak, akár hozzám, meg akár a többi fiatal ellátott lakókhoz is. A szakemberek szerint a fiatalokra kedvező hatással van a felkészülés és az, hogy részt vehetnek a gálán. Az egyik fejlesztő pedagógus kiemelte, hogy a növendékek sokat fejlődnek szociális téren, társadalmi kapcsolataik erősödnek és egyre ügyesebbekké válnak. Nagyon várják már a gálát. Amikor véget ér az egyik gálánk, akkor még le sem jönnek a színpadról, már rögtön kérdezik, hogy Judit, jövőre is lesz gála. Nagyon élvezik a találkozást a művészekkel. Vannak olyan produkciók, amiket már nekem nem is kell koordinálnom, hiszen ők maguk beszélik meg a művésszel, hogy mikor, hol lesz a próbájuk. A Jókai Színház művészei és a Degré utcai gyermekotthon lakói közötti kapcsolat 15 évvel ezelőtt kezdődött. A fiatalok a színházlátogatások alkalmával betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, a művészek pedig beavatták őket munkájukba. Az ismételt találkozások nagy hatással voltak a művészekre, ebből pedig hosszú távú kapcsolat alakult ki. Ez a gála nem csak egy úgy jótékonysági este, hogy értük van, hanem hogy minden produkció igazából úgy közös, hogy mindegyikben van művész, és vannak a Degré utcai fiatalok, vagy egy, vagy több, attól függően, hogy éppen az aktuális évben mi a koncepció, milyen műsorszámok vannak. Általában természetesen ez róluk szól, és mindig róluk szól, de általában olyan dolgokat választunk, ami a szívükhöz közel álló. Az idei évben két kórus is társult a produkcióhoz. A gála első felében duókat hallhat a közönség, a második felében pedig a fiatalok és a művészek a kórusokkal közös műsorszámokat adnak elő.